Az idei 15. országos könyvtári napok során született meg az ötlet a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár dolgozóiban, hogy különleges textilcsodákat készítsenek, amelyeket a látogatók megtekinthetnek. A textilből mindenféle babákat, játékokat, szőtteseket és hímzéseket alkottak a lelkes könyvtárosok, akik saját ötleteiket valósíthatták meg téma megkötés nélkül. Nem kötöttünk semmihez, kinek mi a hobbija. Tehát például nekem itt a mesepárnás mesék kapcsán készültek a kiállítás anyagaim. A többieknek is leginkább a gyermekjátékokhoz kapcsolódóak ezek a kis alkotások, de természetesen a hímzések is ugyanúgy megtalálhatóak benne, tehát a kézi munka, kézműves dolgok. Fazekasné Endre Éva, a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár gyermekkönyvtárosa részletesen beszélt saját munkáiról, amelyeket a Mesepárnás Mesecsoda című könyv ikletett. Egy-egy mese feldolgozása történik a mesepárna során. Ezt általában egy székre állítjuk a kis szivacsal a mesepárnát. Az enyémek természetesen nem teljesen olyanok, mint amilyen a könyvben szerepel. Egy kicsit nagyobb méretűek a mesepárnáim, és itt a kiállításon nem is mindegyiken látható a háttérben a maga a szivacs, csak a rátett anyag, így a álló paravánon ezt jobban lehet megjeleníteni. És az a különlegessége, hogy ezek a kis szereplők mozgathatóak, tehát a mese során a mesélő, jelen esetben mondjuk én, mint könyvtáros, pakolgathatom a szereplőket, a helyszínek is akár egy mesén belül is váltakozhatnak. És az még az érdekessége, hogy nem csak felnőtt mesélhet, hanem maguk a gyerekek is. Utána néhány alkalommal kipróbáltuk, és ők maguk is bekapcsolódhatnak, akár ők mesélhetik el. A legutóbbi nyári táborunk alkalmával így történt ez, és nagy örömmel kapcsoltak be, úgy, mint hogy ők maguk mesélték a mesét. Hát megpróbáltam a saját ötleteimet beleszőni, ilyen kis elbújtatható, kis faodú az ajtó, ami nyitható, tehát ez ilyen saját kis kreáció. A könyvtár dolgozói számára fontos, hogy minél kreatívabb módokon szerettessék meg a gyerekekkel a textilanyagot, és megmutassák nekik az abban rejlő lehetőségeket. Az ötlet egy másik előnye, hogy a művekhez kapcsolódó irodalmi anyagok, dalok, mondókák, versek észrevétlenül is könnyebben befogadhatóvá válnak a gyerekek számára. Az alkotóknak az is célja, hogy a látottak mintájára a fiatalok megtanulják otthon elkészíteni saját kedvenc meséiket. A Textil Csodák című kiállítás október 11-ig tekinthető meg a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban.